még össze se raktam semmit. Hiába az ilyen kicsi lakással is van ám gond. Különösen ilyenkor reggel. De én szeretem. Szeretem, ha gond van vele. Így valahogy jobban a miénk. Loboda Izabella, a Mészői Vers és Prózamondó verseny harmadik helyezettje idézte meg Mészői Miklóst Ablakmosó című művének részletével. A Mészői Társaság alelnöke Szkárosi Endre örömét fejezte ki, hogy az idei év díjazottja Szvoreda Nina, aki már 2 esztendővel ezelőtt is a díj egyik várományosa volt, novellás kötetével érdemelhette ki a díjat. A feljövő is már irodalmi és erkölcsi értelemben befutott, de még fiatal írók közé tartozik, akinek nagyon szuverén az alkotó írásművészete. Nem feltétel a Mészői díjnál általában, hogy valami kimutatható köze legyen, de párhuzamosítható bizonyos mészői tapasztalatokkal. Azon kívül pedig, aminek én személyesen is nagyon örülök, hogy egy olyan író, aki nem kizárólagosan, de visszatért a novella műfaj műveléséhez. A díjazott azt mondta, Mészői Miklós Saulusa jelentette számára a felismerést a kortárs magyar irodalom értékeiről. Az az igazság, hogy hogy a díjak nem a személyiségnek nem abba, és nem abba a gondolkodásnak nem abba a bugyrába rakódnak le, ahol az ember írt. Tehát van valamilyen nem gátol, hogyha egy-egy írás vagy kötet nem kap olyan visszhangot, vagy nem tudom, rosszabb a kritikája, és nem annyira lök előre a pozitív elismerése. Ez ilyen szerintem. A Szekszárdváros által alapított Mészői emlékplakettet ebben az esztendőben Jankovics Zoltán vehette át, a PAD irodalmi folyóiratért és a Mészői Miklós írótáborért végzett tevékenysége és írói munkássága elismeréseként.